Professzor dr. Konkoly Gyúró Éva, professzor emerita, a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai kar humán ökológiai szakán. Két gyermek büszke édesanyja. Konkoly Gyúró Éva vagyok, kertész családból származom. Egy olyan kertész családból, ami a nyugat és a kelet találkozása. Mert édesapám Hajdúságból, egy görög-katolikus családból jött Budapestre, édesanyám pedig Vas megyéből, és egy kertészbálon találkoztak. Ez egy részben racionális gyökereket is jelent. Az anyai nagyszüleimnek háború előtt egy híres kertészete volt Budán, hozzátartozó virágüzlettel, és részben jelent egy mély hitet az apai nagyapám részéről, aki mellett sok időt töltöttem gyermekkoromban. És a racionalitás és a transzcendens világ paradoxona az mindig megvolt bennem. És ez jelentette egyrészt a jelenben levést is, hiszen ebből a nagy családi kertészetből aztán egy hatalmas terület meg is maradt a család tulajdonában, később már az államosítások után is. Tehát a kerthez, a földhöz, valahogy a földi paradicsomhoz való tartozás, és a történelem iránti érdeklődésem, a szépség, a művészetek iránti érdeklődésem az folyamatosan megvolt bennem. És hát ez a két hatás és indítatás vezetett engem el oda, hogy végül is tájépítészkarra jelentkeztem. Az első gondolatom az a történész képzés volt a bölcsészkaron, de erről lebeszélt az édesapám, mert azt mondta, hogy túl nagy az igazságérzetem ahhoz, hogy a szocializmus éveiben én egy meghamisított történelmet tulajdonképpen képes legyek művelni. És nehéz eldönteni, hogy igaza volt vagy sem. Lényegében azt mondta, hogy foglalkozhatom én kerttörténettel is, tájtörténettel is. És ez volt az, ami végül is valóban azt mondatta velem, hogy ez lesz az az irány, amin jó lesz nekem járni. És aztán volt egy meghatározó tanárom, gimnáziumban is néhányan, de talán a legfontosabb már az egyetemen, egy olyan rajzművészettörténet tanárom, aki maga is festőművész volt, és olyan magas színvonalon tudott nekünk művészettörténetről, kerttörténetről beszélni, ami valóban igazolta azt, hogy ez egy jó választás volt. Tehát a természettudomány, a műszaki tudományok, a mérnökség és a művészet, a humanitás az ötvöződött már az egyetemi tanulmányaim során. És aztán így jutottam el az egyetem végéhez és a szakmám kezdetéhez, amikor is bekerültem az élet sűrűjébe. Akkor tájt volt egy olyan rendszabály, hogy azokat a fiatalokat, akik valamilyen agrárszakon végeztek, teljesen mindegy, hogy mezőgazdász, vagy kertész, vagy tájépítész, őket el kell vidékre terelni, és vidéken kell állást találni nekik, mert Budapesten túl sok az értelmiség, és a vidéket fel kell tölteni értelmiséggel. És aztán én valahogy megúsztam ezt a dolgot, nem kerültem vidékre, mert hogy Budapesten nőttem fel, és egy olyan helyre kerültem, egy akkori termelőszövetkezet időszak, még a Kádár korszak kertépítő ágazatába, ahol
szabolcsi munkásokkal, pálinka gőzös, kolbász illatú lakókocsikban kellett nekem marcona alakokkal frissen végzett kis mérnök nőként boldogulnom, és hát nagyon örültem neki, meg nagyon örültem ekkora kertész gyökereknek, és annak, hogy életem nyarait mezitlábasan és cseresznyefákon ülve, vagy éppen a borsóágyásban a friss borsót eszegetve töltöttem, hogy nem okozott semmi problémát alapvetően az, hogy én velük szót értsek. És nagy sikerélményt jelentett egészen fiatalon az, hogy meg is valósult az, amit elterveztem, kitaláltam. Ugye akkor a kertékütészetnek, tájékütészetnek két iránya volt, az egyik a tervezés, a másik pedig a kertek kivitelezése. A szakmánk világon sok helyen, a műszaki egyetemeken kap helyet, és aztán a műszaki tudás alapjaira hozzárakódik a biológiai kertészeti tudás, amit ugye más egyetemek oktatói oktatnak. Nálunk ez fordítva volt, mert az a lánglelkű professzor, aki ezt a szakot alapította, Műcsényi Mihály, róla is illik megemlékezni, ő azt mondta, hogy legyünk mi biomérnökök, legyen a kertészeti egyetemen a bázis, és itt vannak szemben a műszaki egyetemen, elég közel azok az oktatók, akik majd építészetre, műszaki ismeretekre komolyan megtanítanak minket. És ezért lényegében a biológiai alapok azok mindig meghatározóak voltak. És hogyha az ember biológiai alapokkal foglalkozik, akkor mindenkor az a fajta teljesség, ami filozófiailag is, meg teológiailag is teljesség, az édenkert, amit nagyon szép szimbólumként a Föld egészére érthetünk, és az óvás, ami ugye a Teremtés könyvében szerepel, hogy őrizzétek és gondozzátok ezt a kertet, ami embereknek nektek adatik. Valahogy ez a küldetés tudat, ez belénk épült, és ez érinti a természettel való foglalkozást, érinti az emberekkel való foglalkozást, az emberi környezet alakítást, az emberi környezet kultúrát, annak a történetét, annak a kulturális beágyazottságát, és érinti nyilvánvalóan mindazokat, akikkel az ember együtt dolgozik, legyen az egészen kiváló tervezőegyéniség, vagy legyen egy egészen egyszerű szabolcsi kubikus munkás, akikkel életem egyik legnagyobb sikerélménye volt ebben a kezdeti szakaszban, hogy az egyik munkás azzal fogadott valamelyik reggel, hogy évikén egész éjjel azon gondolkoztam, hogy hogy lehet azt megcsinálni, amit maga szeretne. Tehát, hogyha az ember ilyen módon tud inspirálni, akkor azt hiszem, hogy jó úton jár. Után, a 80-as évek végén, amikor már nyiladoztak a határok, és magam is nyelvtudásom, édesapám külföldi kapcsolatai révén eljutottam már kamaszkoromtól kezdve több országba, és megadatott a lehetőség, hogy Bécsben és Zürichben dolgoztam egy évet, ami nyilván meghatározó volt a világlátásom szempontjából. A 80-as évek végén azért a szocializmus zárt világából kikerülni és látni azt a nem csak életszínvonalat, hanem felfogást is, gondolkodásmódot, ami tájépítész irodákban, Bécsben és Zürichben jellemző volt, az számomra nagyon tágra nyitotta a gondolkodásom kapuit. És ezt követően tudományos munkába kezdtem, akkor még nem ez a mai PhD képzési rendszer volt, hanem a Magyar Tudományos Akadémia továbbképzési ösztöndíjasaként 3 évet töltöttem az Alma Materemben tájkutatással,
És akkora már egyértelművé vált számomra, hogy a tájjal szeretnék foglalkozni, tehát kilépve a kert kereteiből egy nagyobb térségnek a fejlődés történetével. Hiszen azt láttam, hogy fejlődik a tervezés a kisebb kert léptékű feladatoktól a nagyobb tájléptékű feladatok felé, de ennek a tudományos megalapozottsága, ha nem is hiányzik, de talán erősítendő. És az, hogy mi egy területrendezési tervezésben, vagy egy tájrendezési tervezésben milyen jövőt irányzunk elő egy terület számára, milyen használatokat, milyen funkciókat, rendeltetéseket, az nagyon nagy mértékben a múltjától kell, hogy függjön, és a múltban kell gyökereznie minden térség jövőjének, mert akkor lesz szilárd, akkor lesz organikus. És ezért kezdtem el én a tudományos munkásságomban összekapcsolva a történeti érdeklődésemet az egyetemi ismereteimmel, Zemplén tájtörténetével foglalkozni. Megszereztem a kandidátusi fokozatot 1990-ben, közben férhez mentem, született két gyerekem, tehát nem volt egy egyszerű életszakasz, de sikerült ezeket a kezdeti lépéseket mind a családalapításban, mind a tudományos munkásságom során megtenni. És aztán néhány évig otthon házépítéssel, gyerekneveléssel foglalkozva, és a fókusz erre terelődött az életemben, és ezt követően 1995-ben kerültem a Soproni Egyetemre, ahol is akkor indítottak egy-két éve egy környezetmérnök szakot, és szükség volt egy olyan szaktudású emberre, amivel én akkor rendelkeztem, és ezen a környezetmérnök szakon tanítottam hát közel 3 évtizedig, és sok átalakítást megélve, de itt is környezettervezést, környezettörténetet, tájtörténetet, környezetpolitikát tanítva próbáltam összehozni a természettudományt és a humántudományokat. Majd nyelvtudásomból adódóan is, ugye a 2000-es évek elején elindult a tudományos hálózatosodás Európában, és én bekerültem olyan nemzetközi hálózatokba, francia, holland, német kapcsolatok révén, osztrák kapcsolatok révén, amelyek aztán elvezettek olyan nemzetközi kutatási projektekhez, amik tovább tágították azt a látókört, amit már korábban ugye a bécsi és zürichi tartózkodásom meg a tudományos munkám során megszereztem. És lényegében egyre inkább világossá vált számomra, hogy az a tájkutatás, amit én elkezdtem, amire feltettem a munkásságom, az életem jelentős részét, az nagyon is időszerű, nagyon is aktuális, és nagyon sok szellemi partnerre, társra találtam. Őszintén szóval sokkal többre külföldön, mint Magyarországon. És aztán ennek kapcsán jutottam el azokhoz a témákhoz, amik elvezettek a tájkarakterkutatáshoz, ami egy lényeges kulcsszó. Azt mondhatjuk, hogy egy modern szó, és nem is a táj értelmében szokták használni, hanem inkább emberi karakterről gondolkodunk. De azért fontos, mert ezt a szót, ezt Teleki Pál 1917-ben leírta az akadémiai székfoglaló értekezésében. Ő ugye politikusként ismert főleg, a földrajztudósi munkássága kevésbé ismert, de talán nagyobb tett volt az. És azt írja az akadémia székfoglalójában, hogy az egész földrajzi leírás feladata a tájkaraktere körül jegecesedik ki. És hát én nem hiszek a véletlenben, de 2016-ban 17-ben, tehát szinte pontosan 100 évre ráindult el az a,
az a kutatás Magyarországon, ami egy országos tájkarakter elemzés volt. Ebben nyilván a modern technika, műszaki, térinformatikai eszközöket is bevetve, de a humán tudományok, a részvételi tervezés, a tájtörténet, a gondolkodásmód változásának és a gondolkodásmód mikéntjének a kutatása is benne foglaltatott, és hát ez volt az a kutatás, ami talán az egyik legfontosabb eredménye volt a munkásságomnak. És mindeközben egyre inkább afelé terelődött a gondolkodásom, hogy nem elég természettudományos alapokon bebizonyítani azt, hogy ember és környezete kapcsolatában törés állt be, és ez az édenkerti szimbiózis ez megtörött. Hanem a gondolkodásmódunkat kell megváltoztatni ahhoz, hogy lényeges változásokat érjünk el. Most itt ülünk a stúdióban, és odakint 35 fok van. És ez a 34-38 fok közötti hőmérséklet most már napok óta, vagy szinte hetek óta stabilizálódik, és mindannyian szenvedünk tőle. Tehát egyre többen érzékeljük azt, hogy bizony valamit másképp kell csinálni. És miután szinte 3 évtizedig tanítottam a környezetmérnököket, én arra jutottam, hogy a szemléletváltozás nélkül hiába képzünk ki nagyon okos mérnököket, annélkül nem fogunk tudni változtatni ezen a megbomlott ember-természet kapcsolaton. Siker. Úgy gondolom, a siker az az, hogyha valami jót tudunk tenni a világnak, valamivel előre tudjuk mozdítani a világ fejlődését. A fejlődés nem a gazdasági növekedés, és szigorúan nem a gazdasági növekedés értelmében használom, hanem a minőségi javulás értelmében. Ha valamit ebben a nagy kosárban el tudunk helyezni, amitől békésebb, kiegyensúlyozottabb, harmonikusabb lesz a világ, akkor azt hiszem, hogy elértünk valami sikert. Van még egy aspektus az életemnek, amiről úgy gondolom, hogy fontos lenne beszélni, mivel hogy az ember test, szellem és lélek egysége, és én nagyon erőteljesen a szellemi dimenzióba kerültem az egyetemi oktatói-kutatói pályám során, és aztán a 2010-es évek elején arra gondoltam, hogy most meg kellene állni, mert nagyon sokat rohantam, és elindultam a Santiago de Compostela-ba vezető Szent Jakab Zarándok úton. Őszintén szóval magamat mentem keresni, hogy az életem utolsó egyharmadában csuda tudja mennyi van hátra, de még meg tudjam jól oldani azokat az életfeladatokat, ha szabad ilyen nagy szavakat használni, amik rám bizattak. És hát végigjárva ezt az utat 33 napot gyalogolva, én azt mondom, hogy nem elsősorban magamat találtam meg, hanem a Jóistent. És az a hit, amit az apai nagyapámtól gyerekkoromban kaptam, aminek a csíráit ő ültette el bennem, ez újra élett, és egy felnőtt hitté vált. És fantasztikus élmények, tájélmények is, tehát szakmai élmények is értek, de elsősorban lelki élmények. Kapcsolatokról, szeretetről, egymásra figyelésről. Az a zarándokút, ez egy olyan lélekút, amire azt mondhatom, hogy egy szeretet folyam, ahol mindenki odafigyel a másikra, ahol egyszerűen tapintható a jó indulat, és az a fajta emberi kapcsolódás, harmónia, amire ugye minden napokban vágyunk, de nem mindig találjuk meg.
És ennek eredményeként én, amikor hazajöttem, akkor versben leírtam az utamat. Azt szoktam mondani, hogy nem én írtam, én csak fogtam a tollat. És valaki föntről vezette a tollamat. És ez a tapasztalat vezetett oda, hogy rájöttem, hogy mennyire hiányzik nekem az életemből a teológiai ismeret, a filozófiai ismeret, és hát egyetemi tanárként beiratkoztam a Szapiencia Szerzetesi Tudományi Főiskolára, és ott elvégeztem 2 évet, amiben elsősorban a filozófiai tanulmányaim és az egyháztörténeti disziplinák tették kerekké a gondolkodásomat. És akkor ez a 2015-16-ban történt, 17-ben ez a 2 éves stúdium, ez alapozta tulajdonképpen meg azt az elképzelést, hogy a humán ökológiai szakot szeretném elindítani a Soproni Egyetemen, és hát nagyon hálás vagyok azoknak a kollégáknak, akik ezt lehetővé tették, és így kerültem át aztán az erdőmérnöki karról a pedagógiai karra, ahol is a társadalomtudományi fókusz miatt helye volt ennek a szaknak, és el tudtuk ezt indítani a tavalyi évben, ami egy nagyon nagy eredmény számomra, és idén pedig le tudtam tenni úgy a lantot, hogy már nem munkavállalóként, hanem óraadó-oktatóként veszek részt a soproni képzésben, és megkaptam a professzor emerita címet idén az évzáron.